Ez egy hosszabb folyamat, ami Kalkuttában kezdődött. Előzőleg éveken át a Csoma filmemmel foglalkoztam, és a Csoma kalkuttai bemutatóján érzékeltem ezt a furcsa távolság dolgot, hogy egészen mást jelent Csoma ott, Indiában, ahol a film forgott, mint nekünk Európában. Noha én akkor már többször voltam a Himalájában is, Indiában is. És akkor valamilyen oknál fogva Kafka elbeszéléseket vittem magammal, és betegen feküdtem Kalkuttába az állodai szobába, és ott kezdtem olvasni megint ezeket az elbeszéléseket. És akkor villant be, hogy egy közelebbi fölfogást is meg kéne egy bizonyos távolságról vizsgálni. És aztán ez a dolog elindult a maga útján. Volt egy színházi előadásunk, csináltam installációt Somorján a zsinagógába, az Ethonba, és van ez a koncertváltozat, amelyet ma előadtunk. Végig menni ezeken a helyszíneken, amelyek Dórának a szülő városa Bienjin, vagy Müric, vagy Tátra Lomnic, és egyáltalán Matlárháza, és még sok más helyszín, Brooklyn és egyebek. Ez egész egyszerűen egy késztetés volt, merőben irracionális, ha úgy tetszik. Az embernek ezek a vizsgálódásai mind azt gondolom, hogy így a saját identitását járják körül. Az más kérdés, hogy az ember mire fogékony, hogy mihez vonzódik, és hogy mik a prioritások, vagy mit érez aktuálisnak egy adott pillanatban. Számomra egyébként a személyesség rendkívül fontos.